Én magam tévétlen ember vagyok, sőt hírek nélkül tengődöm. Ha ne volna a feleségem, azt hiszem nem jutnék hírekhez. Tehát nálunk a feleségem hurcolja a híreket, az ő szűrőjén át látom a világot, ezért a lényeges eseményekről valami homályos fogalmam azért van. De hát valószínű ennek is van múltja, mert a régiek azt mondták, hogy Jóisten, mikor megteremtette a férfit és az asszonyt, kimérte a fegyvert is, az erőt. A férfi olyant kapott, hogy az asszony akár mikor jó meg tudja leckésztetni. Mindenhonnan meg tudja egyengetni a mihez tartás véget. Így, hogy rendes jövőképe legyen. Na de hát az asszony olyan szép hangon kezdett siránkozni, megkérte a teremtő jó egyatyát, hogyha egy kicsi cseppecskét tudna ezen fordítani. Mi volna, ha legalább három nap, három éjjel ő volna az erősebb? Hát az Úristen talán magán is csodálkozott, hogy a kíváncsiság elővette őt, kipróbálta. Megkapta a nagy hatalmas erőt az asszony, és a kocsmából, mikor hazajött, az ember ott reszketett a sarokba, hogy ő főzött, ő takarított, de tiszta hiába, mert olyanokat kapott, hogy kondult belé. És akkor az asszony rájött, mekkora ereje van, 10 annyit vert az embere. Akkor az úr megállította ezt a menetet, és azt mondta, na, én az erődet elveszem, visszaadom az embernek, mert az jobban gazdálkodott vele. De hogy neked is maradjon valami, a nyelved hegyére oda teszek egy jó darabocska acélt. Te hajlamos leszel a hírt felkapni és vinni tovább. Hát ez lesz a te nagy erőd, mert a barmot megkötik kötéllel, de az embert a szavánál fogva szokták megkötni. Hát különben én úgy vagyok vele, hogy megviselnek a hírek. Ha látom, hogy ég valakinek a háza, még mindig úgy érzem, hogy nem ülnöm kéne. És ez valami olyan feszültséget ad, ami miatt inkább nem nézem a lángoló házat, ami komoly aszkéz is, mert ahol például házi buliba vagy együttléten megy a televízió, én biztos, hogy oda nézek. Nem tudom levenni a szemem.